pedig a fellegek közé. Dragonár nagyon nem is zavarták, amire... Hát ez lesz az egyik, amikor sírva fakadnak, majd elemezzek, ugye a játékosai. Igen, ezt értettem, ideig eljutottam egyébként a mester nyilatkozatában. Aztán egy jobblábas játékosról egy bombagól ballal, Urbin, aki a Debrecenből van itt kölcsön. Igen, beszéltünk róla, hogy Urbin tehette volna még balra, társának nem tette erőből, nem is annyira helyzet, viszont rendkívül erős lövést ragasztott a kapuba. Két perc telt el a Ferencváros és a vendéggól után, de csak egy perc a következő gólig, ami Ferenci kimaradt 11-eséből. Gólpassz gyakorlatilag hamar véd, Fitos eszméleg hamarabb, és szerencséje is van, meg ügyes is volt. Igen, ne hagyjuk ki Verzsbőlit, aki kiharcolta ezt a 11-est, ezzel kezdte jó játékát ezen a mai napon. Aztán itt van egy Fitos kapufa, jöhetett volna a harmadik. De maradt a 2-1. Igen. Elviharzott Fitos. Igen, ezt úgy tettük fel a polcra, ezt az akciót, hogy ezen a mérkőzésen az első olyan kispasszos játék után alakult ki, ami nagyon tetszetős volt. És ez sem csúnya. Ferenci fejes gólja. Igen, itt is valószínű, hogy itt is a sírás lesz majd az elemzésen, ahogy ezt említette a mester, hiszen Ferenci szépen csúsztatott a jobb alsó sorokba, viszont két védő között könnyedén tehette ezt. 26. percben volt Ferenci gólja, 43. pedig Wedgbury. Porsó magának vette volna le a labdát, érzésem szerint így ugye a védőn keresztül Wedgbury elé pattant, aki kivégezte a helyzetet. Ez már a második félidő, egy irhás átlövés, talán az első tőlük, mármint a bőcsiektől, Holzer rajta volt. Igen, ez már milyen jó volt a csend az előbb, de most megint belecsaptak a urak közé a fiúk. Aztán cserégén bejött Menugong, az szintén cserégén bejött Ondónak adott gólpassz, de Ondó János elég rosszul találta el. Igen, Menugong cseréje szerintem nagyon jó volt, offenzívabb lett tőle a vendégcsapat, és itt láthattuk valóban, hogy mind a két bőcsi játékos, másiknak Ondó volt az, aki nem találta el jól a játékszert. És jól cserélt egyébként Bobby Davison is, mert Abdi bejött, nézett, de kapufát talált, bár a bal alsóba akart elérni, de szép jelenet ez is volt, így van. Hát 50-50%-ra sikerült kiegyeníteni a labdabirtoklás arányát a második.